akkor ez majd belemegy. Na, hello mindenkinek, én a farkas vagyok, mint azt nagyon jól látjátok, csak kicsit kényelmetlenül ülök itt a földön, mert itt megy rám a meleg, itt jön rám a meleg, mert különben megfagynék, tehát ez van egy olyan gyenge mínusz 5 fokos ez a talaj, ez beton egyébként, itt látni kiömlött a valami üdítő, mindegy, teljesen mindegy. Na, a mostani videó természetesen a leltár videó, mint látjátok, úgyhogy megpróbálom kicsit összeszedni itt a dolgot. Na, ez az, amivel most éppen rendelkezünk, tehát 1, 2, 3, 4, 5. Ezt a fekete gépet itt ne nézzétek, mert a szervízre van itt, ez nincsen. Tehát 5 darab számítógép ház van, 3 darab rekkem, ami borzasztóra nem tudom, hogy mi a picsának. Van 4 darab vinyóm, 4 darab egerem, van egy hangszóróm, rengeteg alaplapom, és elméletileg ezek mind jók, és ugyanúgy sokféle hálózati kártyám van. Van hangkártyám, videokártyám, van USB-s kártyám, hát úgy mindenféle kártyák vannak. És azt mondanám, hogy ami most így mindenképpen kellene, az táp. Ugyanis rövidekkel rendelkezem, és ezek nem jók. Megpróbálom elmagyarázni miért, szóval ez, amit itt láttok, ez egy rövides ATX-es ház, és van itt hozzá egy darab hosszú tápom. Na, ezeket a fogalmakat én találtam ki, a rövid táp az ez. Na most hogy mutassam meg kulturáltabban? Itt van a rövid ATX-nek a kábele végén ez a fehér rész, a hálósnak meg ez a fekete, és nem nagyon tudom mennyire látszik, de ezek egyforma hosszúak, ezt hívják rövidnek. Hogyha mellé csatolod a következő négyet, így lesz belőle majd a hosszú ATX-es dugó. Vannak olyan alaplapok, amihez hosszú ATX kell, szerencsére ez a kék, ez pont rövid, úgyhogy ez a rövid ATX-hez bele is fog menni. Azonban itt az a másik, ennek már nincsen tápja, mert egyrészt ez hibás, meg másrészt, hát azért nézzétek már meg, tehát úgy sikerült betenni a tápot, hogy az nem is ebbe való, hanem ez egy ilyen kicsi 100 wattos táp, egy ilyen mini tápszerű dolog, és sajnos, hogy mutassam meg, szóval nem igazán alkalmas a feladatra, hát ilyen vicces a dolog. Úgyhogy ide mindenképpen kell egy táp, és hát nem hibás, hanem mondjuk így egyszerűen, hogy mondjuk hibátlan. Úgyhogy van 2 darab majdnem kész számítógép, az egyikből hiányzik a táp, de hát azt majd megoldom. Van 3 darab teljesen üres ház, amihez rengeteg alaplapon van, rengeteg kiegészítő kártyával, hálózati kártyával, mindennel, de nincsen hozzá tápom, tehát kellene legalább 3 vagy talán 4 táp, ami rövid ATX-es vagy esetleg hosszú, most nem tudom, mert az egyikhez, a felsőhöz, ott a sarokban, ami megbújik, ehhez például hosszú ATX kell. A többihez meg elméletileg a rövid rövid ATX is ugyanúgy megteszi, és itt látjátok fölül a dugót. Tehát ez az, amit a rövid ATX-nek neveztem el. Vissza is rakjuk, mert egyelőre most még nem tudok valamit kezdeni. Fönt van ez a nagy 775-ös állat. Na, hogy mutassam meg nektek, hogy mi az én gondom? Ez az alaplap például egy 775-ös gigabájtos alaplap, szerintem teljesen tisztán látjátok, és ehhez való a hálós hosszú táp, mert itt nem tudom, ilyen dizájnos hálóval van lefedve ez az egész, megpróbálok egy kicsit közelebb térdelni ehhez, és látjátok, hogy így szépen ugyan beleillik, így látjátok, és akkor ez a plusz 4-es megy majd bele ide, de egyelőre ez még nincsen összerakva, mert itt akkor alaplapot kéne cserélnem. Ez meg nem fog menni. És azért nem fog menni, mert ehhez a 775-höz semmi nincsen, csak a táp. Tehát most kicsit rosszul van összerakva. Ehhez a 775-höz a tápon kívül semmi nincsen. Ez így nem jó, se hűtőm nincsen, se semmi nincs. Úgyhogy ezeket a dolgokat majd egy kicsit
később. Szerencsére sok kesztyű van, és ez megfogja az alaplapot. Így majd egy kis cserét kell majd eszközölnem. Na, szóval így állunk. Ez lesz a mostani szett. Meg hát van egy másik dolog is, ami miatt elkezdtem ezt az egész, ja, a hűtőből is mondhatni egész jól állok, tehát elég sokféle hűtőm van. Kicsit közelebb állok ez a fűtőtesthez, mert ez egy embertelen, ami itt történik. Na, szóval van egy másik fajta dolog is, ami miatt elkezdtem ezt az egész leltár videót most. Költözés van. A költözés az azt jelenti, hogy nem lesz tovább az Ercsibe a raktár, meg nem lesz tovább Ercsibe ez a leltár sem, meg ez az ingyenes számítógép odaadogatás, illetve kisorsolás, illetve kiosztás, hanem ez fel fog költözni Pestre. Ugyanis Pesten szereztünk egy lakást, úgyhogy szépen oda be fogunk majd vackolni, és olyan súlyos logisztikai gondokkal küzdünk, hogy nincs hova tenni például a számítógépeket, az alkatrészeket. Én most itt nagyon jól el vagyok Ercsiben, mert van erre egy külön műhely, de Pesten nincsen. Egy kétszobás lakásban, ahol az egyikben alszol, a másikban laksz, hát ez nem menne. Úgyhogy van nekem egy nagyon kedves barátom, ő felajánlotta a pincéjét úgy, hogy hát oda be lehet pakolni egy csomó mindent, és akkor majd nagy ritkán oda el lehet menni, és összeállítani a számítógépeket, és akkor majd valamikor onnan el lehet vinni azt, ami kész van. És ja, azt nem is mutattam egyébként a mostani leltárban, hogy van két monitor is, kettő. Értelemszerűen akkor ez a két számítógéppel majd ki fog menni, hogyha majd ez a két számítógép itt majd esetleg kész lesz. Mert a vinyók ugyan kész vannak, fő vannak telepítve, de egyelőre nincs hova betenni. Úgyhogy most jelenleg ott tartunk. Kicsit leülök. Nem áltatom magam. És jelenleg ott tartunk, hogy most december van, 2013. december, és rövidesen nekiállunk költözni, és az a költözés az azt jelenti, hogy mindent elviszünk innen Ercsiből, és Budapesten fogjuk folytatni az ilyen ingyenes számítógépek adását, vételét. Mit akartam még mondani? Ja igen, az üzengetők. Nem először kapok olyan üzenetet, hogy e-mailben, Facebookra érkezett e-mailbe kéritek tőlem, hogy jaj, hadd legyen enyém ez, jaj, hadd legyen enyém az a számítógép. Nem fog menni. Az egész ingyenes számítógép kiosztós dolognak a lényegét nem értitek. Tehát, hogy tudnám elmagyarázni? Szóval, aki e-mailt tud küldeni, az eleve kiesett. Mondjuk ilyen egyszerűen, hogy akinek van Facebookja, az eleve nagyon nagy eséllyel esik ki, természetesen nem biztos, hogy kiesik, mert mobiltelefonnal is lehet Facebookozni, de nagyon-nagyon nehezítő körülmény, hogy valaki már eleve Facebookozik és szeretne számítógépet. A család általában a fő döntő érv, ami a számítógépet megkapja. Tehát nem a... Ne, csak van egy kis hiba... Nem a személy. Tehát számítógépet nem személyek kapják, hanem családok. És hogy ezt a dolgot megértsed, hát nézni kéne a videókat, illetve feliratkozással, talán valamivel előrébb vagy. Továbbra is az a helyzet, hogy kettő számítógép innen még Ercsibe lesz kiosztva, de az összes többi, tehát valószínűleg az alaplapok, meg az egyéb perifériás eszközök, azok már mind mennek Budapestre, és valószínűleg Budapesten lesznek kiosztva, de akkor ott már monitor is fog kelleni. Ugye, világos. Tehát megkérném azokat a srácokat, akik nekem szoktak küldözgetni, igen, mind a kettőt, igen, mert összesen kettő van, és ugye a múltkor arról volt szó, hogy mind a kettő már végleg leállt, és még egy adagot hoztak, tehát ez fantasztikus dolog, hogy én ezt a dolgot tovább tudom csinálni. Ne küldjetek, egyelőre halmozzátok föl, mert megyek föl Pestre, és majd Pesten lesz a műhely, és azt majd el fogjuk mesélni azoknak a srácoknak, akik küldenek, hogy hol van a műhely, hova kell hozni, és ott nyugodtan le lehet tenni. Nem azt mondom, hogy dobd át haver a kerítésen, ez egy kertesház, tehát nem panelről van szó. Kertesházról van szó, és mondjuk még egyszer mondom, nem azt mondom, hogy hopp haver, csak dobd át a kerítésen, azt mehetsz is tovább, ha nem vagyok otthon, de
annyi előnye van talán a dolognak, hogy ilyen 70-80%-ban mindig van otthon valaki. Tehát ha becsöngetsz, hogy jaj, hoztam ezt, hoztam azt, akkor hidd el, lesz, aki átveszi. Még akkor is, hogy csak fogja, berakja valami nejlonszatyorba, lerakja oda a sarokba, akkor is át van véve, mert legközelebb én ezzel már tudok dolgozni. Jó? Úgyhogy légy szíves, ha úgy érzitek, hogy ti szeretnétek ebbe a dologba részt venni. Ó, rohadtul fázik ám a lábam. Hogyha szeretnétek ebbe a dologba részt venni, hogy majd ti küldtök alkatrészeket, amiket majd ki lehet osztani a valóban rászoruló nem magánszemélyek, hanem családok részére, akkor annak én egyrészt csak örülni tudok, és hát remélem a legjobbakat ilyen egyszerűen. Úgyhogy küldjétek, amitek csak van, csak hát ugye oda, amit majd Facebookon megbeszélünk, nem pedig ide.